Szavaztok, srácok, Csipi vagyok, és hogyha a hétfő, akkor megszokhattátok már, hogy egy Squad Battles átvétel, vagy egy Squad Battles Reward átvételes videóval indítjuk a hetet. Annyiban tér el most az a videó, ugye megszokott ilyen Squad Battles Rewardos videóinktól, hogy egy kicsit később kapcsoltam át ide az Xboxra, és szerintem már megvagyott a Reward. Tehát már elmúlt 2 óra, igen, itt van a Reward. Tehát most nem tudom nektek megmutatni, de összesen 35.776 pontot gyűjtöttem ugye a héten. Úgyhogy a hétvégén már nem játszottam a játékkal, és így aztán bőven meg lett az Elite 3-as Squad Battles rang. Ugye ez volt megint a cél, meg az, hogy ne kelljen játszani hétvégén. Rare Gold Pack, Premium Gold Playersbook és egy Jumbo Premium Gold Pack, meg ugye 20.800 coin, általában erre megyünk rá. És akkor ugye Spencer FC csapata, az eheti kiemelt team, nézzük meg. Hát nem mondok semmit, tehát igazából ez milyen csapat? Kajak ezt rakta így össze? Hát van benne egy alli, az mondjuk Franco kártya. Ferdinand. Bélet betette, ugye két bőzdélyes van itt a szélen. Gvaran. Navas. Hát elég érdekes. Csapatok, 76-os rating. De semmi extra. Na, de nem is az a lényeg, srácok, hanem ugye megjöttek a Revard, hát megjött a Revard, és azt vegyük át gyorsan. Ugye van itt mindenféle pak most. Nézzük meg ezeket, amiket még a, nem is tudom, tegnap vagy ma reggel kaptam ilyen napi feladatokért, hát dob valami értelmes játékost. Hát ez nem az a pak volt, ugyan, de értelmes játékos jön. Bronze Players pak. Ki a Rare játékos? Az véletlenségből nem olyan csapatból való, akik hiány... nem. Akikből hiány van a piacon? Hát nem. És akkor volt még két ezüst reward pakkunk, ja. Non rare. Na, ebben már két játékos. Kácsóás, Szaszulós. Jó, kevés volt belőle fent. Egyébként elég kevés játékos van most fent a transferen, itt legalábbis Xboxon. Meg is nézem, hogy most mennyi van. 900 000, hát nagyon gyeng, nagyon gyér lett az Xboxon a transfer. Tehát valószínűleg most mindenki PlayStation-ezik. Na hát itt maradt a három pak, ugye ezek a reward pakok a Squad Battles-be, úgyhogy... menjünk most... menjünk megint sorba. Ez egy vékony pak, lófasz nem lesz benne. Bolassi. Régen nagyon OP volt, most már semmi, tehát nulla, mint ahogy a pak is, van benne egy ezüst játékos is. Ezer coin.
Rare Gold pak, ezt nem nagyon szeretjük a Alexa ezt a pakot, mert soha nem jön belőle semmi értelmes cucc. Ez is vékony, tehát nincs még benne egy board se. Mandanda. Régen nagyon kedveltük ezt a kapust. Még amikor olyan jó formában volt, hogy kapott toccokat is, ugye toccot. Na srácok, egy pak maradt, hát gyötrelmes lesz ez a Squad Butlers Reward is szerintem. Ez is vékony pak, ez iszonyat. ...78-as rare játékos, nevét ki sem mondom. Fananholt. Na hát ez így a PL tocca, hát ez egy kurva nagy szar volt. Tehát ez egy szar reward volt, egy fos. Tehát dobhatott van mondjuk egy szont, ugye elég alacsony ratingű, egy jangot. Ő is ugye alacsony ratingű, hogy ezekben a pakokban benne legyen, tehát meg még dobhatott volna egy-két játékost, ami így nyitható lett volna ezekből a pakokból, de hát lófasz nem jön már a Squad Butlersből hetek óta, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon fos reward volt. Tehát nem ebből fogunk, akkor úgy látszik, hogy nem a Squad Butlersből fogunk PL-t hoccot nyitni, hanem akkor majd kedden ugye a garantált PL-t hocc SBC-ből megpróbáljuk újra kinyitni valamelyik normálisabb PL-t hocc játékost. Srácok, és akkor ne felejtsétek, hogy valamikor délután föltesszük a Davis-es videót, hogy lehet megnyerni ugye a linken keresztül, hogy nem kell lejátszanotok azt a daily knockout tournamentet. Na, hogyha tetszett ez a videó, igazából nekem nem tetszett, mert nagyon szarokat dobtak a pakkok, tehát még egy board se érte három pakból. Azért dobj egy lájkot erre a videóra, én Csipi voltam, szevasztok!